Sziasztok, én Matilda vagyok. Még egyszer. Sziasztok, Matilda vagyok. Én pedig Emma. És a mai videóban még miről beszélünk? Ha minden igaz, akkor az olvasási szokásainkról, megint rossz helyre néztem, mindegy. Hát ez úgymond a 6000 feliratkozós ünneplős videó, amivel olyan 3-4 hónapos csúszásban vagyunk. Igen, úgyhogy fogjuk rá, hogy ez most az, ezért most Emma a mai vendégem, és most megpróbáljuk akkor az olvasási szokásainkat összeszedni, összevetni, megnézni, hogy ki, mit, hogyan, mikor. Aztán majd lesz belőle valami. Kezdjük mondjuk azzal szerintem. Interjús is. Igen. Szóval kezdjük azzal, hogy múltkor néztem, hogy te már mennyi könyvet meg oldalt olvastál idén, és egy csöppet kisebbségi komplexusom van ahhoz képest, hogy egy 10 évvel ezelőtt mondjuk egy kicsit fordított volt a helyzet, te ilyen nulla. Most kritizálsz engem. Nem. Hogy tudsz ennyi könyvet olvasni? Mesélj. Idén azért olvasok nagyon sokat, mert egész sok képregény is becsúszott. Csak hogy így mutassam, tehát ezek a... Most például nagyon sokat olvastam a Cserkesztereknek a részeit angolul is, ezek meg ilyen 100 oldalasak képregény, gyorsan ki lehet olvasni. Ez az egyik, a másik a hangos könyvek. És az is valószínűleg azért, mert például én idén nagyon sokat buszoztam, a 2,5 órás az már, hogyha én olyan hangos könyveket próbáltam keresgélni, leginkább, amik nem ilyen 15 órásak, hanem csak ilyen 6-7 órásak, és az egy oda-vissza út alatt majdnem kipörög. Jó tömegközlekedés Szegedre. Az elég. Figyelj, nézd meg az előnyeit, egy csomó könyvet kiolvasok. Na egyébként itt akkor eléggé hasonlítanak az olvasási szokásaim, mert én is nagyon sok hangos könyvet olvastam idén. Ugye munka közben, amikor képeket szerkeztek, akkor azt tudok. És én, nekem is ez a keresési kritérium, hogy 10 óra alatt legyen a hossza, mert úgy érzem, hogy ami több mint 10 óra hangos könyv, ott elvesztem a fonalat. Ott ez úgy már túl hosszú. Azt nem bírom még hallgatni. Úgyhogy, ja, szerintem nekem is csak azért, vagy nekem csak azért lett meg a Goodreads Reading Challenge-em, mert sok volt az esküvő. De az jó dolog. Szerencsére, jó, sok volt az esküvő. Hogyha valakinek kéne esküvői fotós, bármilyen másik fotós, nagy piros nyilak a körül. Szóval... Kicsit kaotikus az energia, úgy érzem. Miben hasonló, miben más az ízlésünk, olvasási szokásaink, 5 könyv, amit mindketten... Bizé. Jó, kezdjük ezzel, miben hasonló, és miben más az irodalmi ízlésünk. Hát ezt szeretné mindenki tudni, nem? Nekünk. Szerintem te több non-fiction-t olvasol, mint én, az biztos, nem? Hát egyébként szoktam olvasni, de nem sokat szerintem, de lehet, de az képesen mennyit én, az biztos, hogy többet. Mondjuk ez... Én a non-fiction... Vagy nem is non-fiction, hanem sima fiction. Tehát, hogy nem ilyen tehát nem műfaj. Fantasy, aha. Hanem simán. Igen, ez biztos. Tehát, hogy nekem a kedvenc könyveim azok, amikben kevés a plot és sok a beszélgetés, meg a háttérsztori, tehát ilyen Sally Rooney könyvek például, vagy Celeste. Tehát igen, én az, amit ugye az irodalmi fikciónak hívnak angolul, én azt. Gyakorlatilag szerintem csak azt olvasok, így nagyon ritka az, hogy nem. Kicsit egy síkú. Hiszem az ízlés. Azért van mindig azt, hogy nem tudsz haladni, mert mindig depis vagy a könyv. Egyébként igen. Tehát én depis könyveket olvasok, te nem. Igen. Tehát, hogy ebben nagyon különbözik, hogy a Tilda elég sok... Hát te fantasy. Hát leginkább fantasyt olvasok nagyon. Ami többi műfaj becsúszik az általában olyan, hogy fantasy és valami. Tehát nagyon... Vagy ilyen gyerekkönyv, uh-huh. De az is általában fantasy szerintem, hogyha végignézek. Esetleg egy-két disztópia, egy-két science fiction nem nagyon, úgyhogy... Néha még egy romantikus
úgy beslisszan. Jó, hát azért én is szoktam. Na, ja, azért, azt te is szoktál, tudom. Mindig ez a probléma, hogy próbálunk keresni valami nagyon jó fluffy romkomot. Ami nagyon nehéz egyébként, mert hogy elcsúszott szerintem nagyon egy irányba. Ez a, vagy az van, hogy ilyen abszolút hihetetlen, és ez a kirázva hideg annyira borzasztóan nyálas, vagy pedig tényleg ez a... A nyúldult. Pornó gyakorlatilag. És így nagyon nehéz olyat találni, amiben mondjuk van plot is, nem csak szex. És hogy egyébként egy kicsit mondjuk úgy intelligens is, de egyébként azért ki lehet fogni. Én például most olvastam idén ezt a megváltozott valamiért a címe. Igen? Az volt a címe, hogy... Az a Beach, nem a Beach. Nem, neki az új könyve. És akkor most valamiért az a könyv, hogy You and Me on Vacation, vagy valami ilyesmi, és eddig nem ez volt a címe. Úgyhogy nem tudom, mi a címe. De hogy lehet azért találni. És amiben még szerintem hasonlítanak az olvasási szokásaink, az az, hogy hogy keresünk könyvet. Mert ja. Hogy mondjuk nekem azt mondtam ott, hogy én szigorúan osztályozok, szerintem nem. De hogy azért nincsenek szigorú, ilyen... Szerintem... Ezt utána ezt is megveszi. Okay. Szóval, hogy nekem azért nincsenek ilyen nagyon rosszra értékelt könyveim, mert nagyon megszűröm, hogy mit olvasok. Tehát, hogy olyanok nem állok neki, ami be úgy érzem, hogy kár belemenni, illetve most már eljutottam arra a pontra, hogy ha úgy van, akkor abba hagyom, például főleg hangos könyvnél, mert ott úgy érzem, hogy nem elvesztegetett idő, mert akár zenét is hallgathattam volna helyette. Ez a... It Ends With Us. Igen. Na az volt az, amit... Az volt az, amit abba hagytam, miután így gyanús volt, hogy így hallgattam egyébként hangos könyv, mondom, oké. Sejtem, mire megy ki. Elszpoilereztem, arra ment ki, és így úgy döntöttem, hogy nekem nem kell a szenvedés, így köszönöm szépen. Úgyhogy azt például abbahagytam, de na, hogy igen. Na, készülj fel a komment szekció, így dropogtatja az ujjait a Colin Hoover fanbase. Bocsi! Mondjuk szerintem a Colin Hoover fanbase nem engem néz. Na, akkor. Szólj már ki. Persze, szóval, aki parádéba. Szóval igen, hogy ebben is szerintem hasonló, úgymond az olvasási szokásaink hasonlóak, hogy megszűrjük, hogy mit olvasunk. És ugye, amit a hát, Matildának nem. Sokszor írtok, vagy írnak ezek a tündérpornókönyvek. Nyugodtan hívd annak hívhatjuk az. Hívhatjuk így. Na, én annak hívom. Tehát, hogy nem véletlen nem olvassa el, mert tudja, hogy... Tudja. Tudom, igen. De az a probléma, hogy én fantazit olvasok, meg ifjúságit is olvasok, meg ifjúsági fantazit is olvasok, ha bár inkább fantaziból lassan az ifjúsági fantazi az ugye a... Hát igen, az átmen másba, mint amit én szeretek, tehát most már így a gyerek fantazi middle grade-szerűség felé orientálódok egyre jobban, mert hogy hiába fantazi... Igen. És én elhiszem, hogy nagyon szeretik az emberek, és nagyon jó, és így meg, de nem érdekel a, ha nem tudom, 600 oldalból 300 oldal hálószoba jelenet. Ráadásul láttam belőle részleteket. Láttam, hogy van leírva, nem magyarul, angolul ráadásul, szóval not my cup of tea. Köszönöm szépen továbbra is. De nem tudom, hogyha a stage dive vlogokat valaki megnézte utána, így bármi kétsége, ha még van a felől, hogy a hasonló típusú könyveket nekem kéne olvasnom, akkor nem. Ráadásul a stage dive is már rubint pöttyös volt, és az akotár meg zafír pöttyös, ami már így next level, szóval így a vörös pöttyöset sem olvasok sokat, itt van Emma mögött az összes. De ez még az a szint, amit el tudok tűrni, hogyha nem ez a nyálcsorgatós, romantikus része van. Igen. Úgyhogy, ja. De hogy igen, tehát tényleg az van, hogy utána szoktunk azért olvasni, akár spoileresen is könyveknek. Meg így most, hogyha még a választásról beszélünk, szerintem azért abban is hasonló, hogy nem feltétlenül így a hype döntő. Szerintem, hogyha hype-olt, akkor inkább... Akkor kétkedőek vagyunk, igen, és még akkor jobban még jobban nézünk, igen. Igen. Na, akkor még esetleg ez az értékelés, ami, vagy nem tudom, az mennyire olvasási szokás, hogy mire értékelünk, vagy az nem. Szerintem az is beletartozik, hogy tehát, hogy ez a hány csillag minek uh-huh. számít neked valamennyire. Szóval én nemrég regisztráltam csak a Moira, mert én Goodreads-t használtam eddig, leginkább azért, mert főleg angolul olvasok, és akkor most már a Moira is regisztráltam, hogy hát a... Én viszem föl neki a könyveit, igen, és a 2016-nál megálltam, úgyhogy azt még update-elnem kéne, hogy meglegyen az összes sérelmem. Nagy sérelmem egyébként, hogy ezek az oldalak akkor jöttek be, vagy akkor tudtam már róluk, amikor már rég olvastam, és egy csomó minden nincs ott. Goodreads-en sincs fel minden. Igen.
És, ja, és akkor regisztráltam Moira, hogy hát, ha ott nagyobb az élet. és ott nekem nagyon tetszik, hogy lehet fél csillagokat adni, mert nekem nagyon sokszor ilyen fél csillagos értékeléseim vannak. De a Matilda azt mondta, hogy szigorúan értékelek. Azt mondtad? Pont, hogy szigorúan, ugye? Nem tudom, hogy azt mondtam, hogy szigorúan, vagy hogy úgy szigorúban. Az a lényeg, hogy én például én úgy szoktam, hogy elolvastam, és így hát jó, van, oké, volt, arra 3 csillagot adok, mert így... Hát azért ezt a könyvet valaki megírta, meg tudtam. De én. Amúgy arra én is, nem tudom már, mire mondtam. Én akkor szoktam egyébként 2 csillagot adni, amikor tényleg ez a... Egyet meg... De nem is tudom, adtam el. A izére lehet azt adtam. Nagyon kevés könyvnek adtam egy csillagot. A Nick and Nora az Infinite Playlist-je, ami alapján készült regényre, arra lehet egyet adtam, mert ez borzasztó volt. Na mindegy, most nem tudom. Én a Ready Player Tour-ra biztos, hogy egyet adtam idén. Na, tessék, akkor ki a szigorú? De várjál, de fél csillagot életemben egyszer adtam a tutira. A kötelező olvasmányokat, azokat általában ilyen rage rateltem. Tehát az mindegy. Abban picit később megint, mert az hosszú lesz. Szóval, hogy az a Shadow Year volt az, amit fél csillagra értékeltem, mert a 0 csillag az nem elég alacsony. Tehát, hogy az olyan, mintha nem szólnék bele a dologba. Mert az volt ez a könyv, ami annyira fölbosszantott, és annyira idegesítően hülyeség volt, hogy itt a nappaliból áthajítottam ennek a szobának a végébe, és semmi baja nem lett. Az volt a legjobb puhakötéses könyv, és semmi baja nem lett, hogy repültem, tudom, 10 métert. Én egyébként nagyon sokszor nullát adok olyan könyveknek, ami inkább, vagy hát, hogy nem értékelem, tehát nem nullát, hanem nem értékelem, amikor így, de inkább nem menjünk bele. Vagy pedig, ami olyan, hogy most ezen mit értékeljek, mármint, hogy azt hiszem, valamelyik talán ilyen holokausztos, ráadásul non-fiction könyv volt olyan, hogy, tehát, hogy de érted, mire gondolok. Értem. Nem lehet úgy érteni, hogy hú, én most erre 5 csillagot adok, hanem azt így... Ott maximum az lehet, hogy az ahogy megvan. Aha, igen. Ha azt értékeled, mert nekem is, fú, nem is tudom, melyik könyv volt az, ami ilyen nem fikció volt, és úgy értékeltem, hogy így beleírtam az értékelésbe, hogy ez nem azért ennyi csillag, mert nem értek egyet, mert azt hiszem az ilyen életrajzi ikretésű, vagy valami ilyesmi volt, tehát nem azt szólom le, hanem az írás stílusa az, amit itt értékelni tudok, de most meg nem mondom, hogy ez melyik könyv volt. Na mindegy, de jó, ez a 3 csillag, ez nálam az ilyen standard. Jó, elolvastam, nekem annyira nem, de másnak lehet. 4-et adok arra, ami már ilyen 5-öt meg arra, ami ilyen mindenki olvassa. És mit jelez kedvencnek? Hát én azt mindig elfelejtem. Egyszer, amikor nagyon ráértem, akkor pár könyvet bejelöltem kedvencnek, de azóta nem. Nem tudom, mert nekem amúgy az 5 csillag az még nem a kedvencelés igazából, tehát... Ja, nem kell. A kedvenc könyvem az, amire így rá feszülök. Tehát az, amihez meggooglizom az összes Tumblr fanartot, meg ilyenek. Az akkor kedvenc, hogyha így elkap ez az mi ez? Ez a rajongás a sztori iránt, és lefekszek, és nem tudok másra gondolni, és azért az ritkábban fordul elő, mint egy 5 csillagos olvasás nekem. Nekem az a kedvenc, amit te is mondtál, amit gondolkozok még utána. Na azok. Mm. Azok. Amint már nem azért gondolkozok rajta utána, mert annyira rossz volt, hogy... Már mondjuk nem is biztos, hogy bejelölöm, de simán kedvencnek nevezem, hogyha szóba kerül, hogy ja, amúgy, mert hogy ilyen átimét kedvenceink nekünk például nincsenek, hogy egy ja. És az. De úgy semmiből nincs ilyen nekem. Igen, tehát hogyha tőlünk megkérdezi valaki, hogy mi a kedvenc akármid, akkor így üljük, hogy hát ez is, de azt is nagyon, meg azt is, mert szóval. Inkább top 10-es listát tudunk mondani. De valamikor még azt is lehet összeállítani. Tehát meg szerintem nálunk ez ilyen időszakos, hogy éppen valami így visszajön, és akkor így hirtelen megint rá fangörcsölünk, aztán megint egy kicsit leadepszik, aztán megint visszajön, megint azt imádjuk legjobban, aztán leülepszik, és egy kicsit mást imádunk. Meg ezek ilyen életszakasz dolgok is szerintem, meg hogy éppen hol tartasz így magaddal, meg az életet. Például én azért elég nagy Harry Potter kedvelő voltam, most meg csak így ilyen nosztalgiával tekintek rájuk. De hogy így igen, szerintem ez is normális, hogy kinősz valamiből, és akkor más kedvencek lesznek. Nem, azért a Percy Jacksonból nem tudok ki. Mikor olvasunk, hol olvasunk? Mindenhol, amikor tudunk. Hát amúgy igen. Én például, amikor megyek valakivel találkozni, és általában én érek oda előbb, azért van nálam mindig könyv, hogy akkor egy 5 percet tudok olvasni. Én azok a pártját, vagy miért? Azok csoportját bűvít.
Én azok közé tartozok, akik úgy gondolják, hogy ha 5 percet tudsz olvasni, akkor is vedd elő, tehát nem csak akkor, hogyha van egy összefüggő fél órád, órád. Ja, nem, én is. Hanem amikor tényleg pici, akkor. Én is szoktam olyat, hogyha most csak 5 percem van, akkor 5 percem van. De még mindig jobb, mint hogyha a TikTokot pörgetném közben. Ja. Meg, kivéve, tehát van az a könyv, amit azért ilyen 5 percekre veszek föl, mert azzal szenvedek. Igen, az megint az egy más kategória. Meg van olyan, amit meg nem lehet csak ilyen 5 percre, mert tényleg bele kell egy kicsit süllyedni. Tehát tudod, és akkor megint az emberre találkozol, és így... Most nem. Aztán... Aláhúzás. Szamárfülezés. Ja. Annotation, vagy... Annotation. Nem tudom. Én büszkén vállalom, vagy hát nem büszkén, de vállalom. Én aláhúzok, behajtok lapot. De saját könyvben. Saját könyvben, igen. Igen. De van olyan, amiben nem tenném meg, ami túl szép ahhoz. Túl precious. Túl precious, túl drága volt. De azért a legtöbbször, igen, ceruzával simán aláhúzok benne. De tollal is. Na, de. Van olyan, de azt már megbántam. De hogy igen. Az a Jennifer Niven könyvedben, abba tollal húztál. Igen, azért van olyan, amiben azért tollal húztam el, mert nem volt más opció, és így most akkor muszáj lesz. De igen, amúgy beisszam, van amit beisszam, mert most a Gatsby-t is, ahogy újraolvastam, azt is simán beszamárfüleztem. De azért van olyan, amit nem hajtogatnék meg. Hát van olyan, amiben ugyanúgy csak cetlizel. Van, amit cetli. De hogy igen, meg én bele is írok, ha úgy van. Én ceruzával aláhúzok simán, most már így idézett, mármint... Jó, ügyes vagy. Mármint nem minden könyvet, tehát van olyan, amiben csak becetlizgetek dolgokat, tehát nem feltétlen húzgálok alá, de valamikor, hogyha így olyanom van, akkor fogom a ceruzát és simán aláhúzom, tehát... Van olyan, és be is cetlizem, tehát én úgy szoktam, hogy cetli, hogy tudjam, hogy hol van, és aláhúzom. Pont ezt akartam mondani, igen. De van olyan, ahol meg csak simán a cetli van, és nincs aláhúzva. Szamárfülezni ezt annyira nem szoktam. Nem, azt nem szoktam egyáltalán szerintem, mert van 8 millió könyvjelzőm, szóval ez nem kell, meg inkább akkor a kis cetliket használom jelölésre. Beleírni meg a könyvbe... Azt hiszem, hogy 2 darab könyvem van, amiben írtam, de nem fogom levenni. De azt inkább akkor szoktam beleírni, hogyha nagyon rossz a könyv, és a saját dühömet így beleírom, hogy miért, meg ilyenek. Tehát, igen. Van, kb. Két ilyen könyvem van, amiben konkrétan beleírtam. Tiltólistások. Az rage-elés volt már tényleg. A cetlizéssel nekem csak az a bajom, hogy azért kell aláhúznom, mert különben így na jó, itt mi volt az ezen az oldalon, mert ugye oda rakom nyilván ahol, de most abban a bekezdésben mi volt. De meg azért, amikor nem jól ragasztó rajta, ja. És elcsúszik, igen. És így beláll, és így az oldal közepén van valahol a végére, és akkor már így találd meg, hogy másik... eredetleg aláhúztál. Meg így nekem így az OCD-met így stresszeli, hogyha címkézek, és nem ugyanannyira lóg ki, vagy nem egyenes, vagy menet közben kifogyok a színből, és más színnel kell, és inkább csak aláhúzok és hajtogatok. 5 könyvű dolgok. Te Marta Fengöt lejjebb nyomnád az OCD-ment, dolgálja, hogy köszönöm. Most már jó. Nem, valami fölnyomja. Ja, az lehet a Jane Austennek a könyvjelzője, hagyjad akkor. Nem voltál itthon fédről ezeket így... Igen, láttam ma reggel, igazítottam meg. Igen, én észreveszem, hogyha bárki a könyvespolc közelében jár. Mint a kismed, vagy a mackó. Ki volt a PC-cskémből? Ki aludt az ágyacskámban? Na, Tilda, igen. Könyvével. De igen, mert az a helyzet, hogy ilyen... diagnosztizálatlan rendmániánk van, és hogyha így nem tudom itt a gyertyákat, vagy bármit egy milliméterrel elmozdítanak, így hazajövök, és így valaki járt. Néni. Utána meg mondjuk könyveknél szokott még az lenni, hogy én azért viszonylag egy sorba szoktam őket tolni, ugye, hogy a gerinc az egy vonalban legyen, és azt meg nagyon meg tudom, észre tudom venni, hogyha mondjuk valami kijebb vagy beljebb van, mint a többi, és így akkor megyek oda, hogy okay. Ki és miért vette el? Tisztázzuk a helyzetet! Ki munkált a könyvecskémmel? Igazából azt nem beszéltük még mindig meg, hogy mikor szoktunk olvasni, azon kívül, hogy tömegközlekedésen, meg képszerkesztés közben hangos könyvezünk. Hát meg, hogyha van 5 perc. Igazából... Van 5 perc, igen. Én nagyon szeretek elalvás előtt, ilyen én is levezetésként.
Szerintem esténként amúgy jobban nekiülök, mert mostanában kevesebb filmet nézünk már. Így is néha apa így kérdezi, hogy nézünk valamit, és már háromszor végignéztük a Netflixet, és még mindig nem találtunk rajta új filmet, ami érdekelt volna, úgyhogy ilyenkor inkább mondom, hogy olvasok. Főleg, hogyha van izgi könyvem. Ha nincs izgi könyvem, akkor néha belemegyek valami filmbe, amit megbánok utólag. Igen. De igen, szerintem legtöbbet most már én is így esténként ilyen 9-11 között, ami nem túl jó, mert fáradt vagyok így reggelente. Szeretnél beszélni? Nem, az a baj, hogy elcsúszott az alvás rendem. Nekem is. És nem jó. Ja, lagzi szezon. Lagzi. Én amúgy én evés közben szoktam még jókat olvasni. Ja, igen. Tesz. Csak hát mondjuk a Matildánál ez annyira nem opció, vagy hát ha én is ott vagyok a közelben, mert én hajlamos vagyok leenni a könyvet. És ezért kikapok. Ez ugye a saját könyvedet teszed le, akkor nem. De nekem van olyan könyvem, amit szerintem apa leelvett. Legalábbis szerintem olyan is valamit én csak eltitkoltam. Tehát ilyen furcsa foltok néha felbukkannak, hogyha valamit nem én olvasok először. Igen, és akkor így megtöröd el a gerincet. Hát próbálom nem. De igen. Direktben van. Hát én utálok így olvasni, hogy... De én amúgy most már tudok erre technikát, hogy igen. Kell széthajtogatni a puha kötéses könyvet, hogy ne törjön meg a gerinc. Na, csak le fog merülni. Tanulsz valami hasznosat is az egyetemen. Ezt nem egyetemen tanultam, ezt Discordon küldte valaki. Akkor most el kell köszönni. Videó. Rövidre kell zárnunk. Szóval igen, szóval van ilyen, hogy így széthajtod a puhokot, vagy leteszed gerincel lefele, és így folyakozatosan széthajtogatod, és akkor nem megtörni fog, hanem így kicsit így... Aha, értem. Nagyon picit meg tud gyűrődni, hogyha vastag a könyv, és nehezen nyílik, de nem az van, hogy a felénél eltöröd. Hát egyébként én sokszor ugye, hogy először nagyon vigyázok, azt jön egy pont, amikor mondjuk, nem érdekel. Ez csak azért félek, mert ott, hogyha amit sokat olvasok mondjuk, ott félek, hogy egyszer szét fogsz szakadni. Ja, igen. Tehát például itt ennél. Ha már olvasási szokásokban, ez nem tudom mennyire kemény, vagy puha fedél. Hát én kemény, de te puha, nem? Én puha és a kicsik. Azt szeretem legjobban, amit lehet hajtogatni. De puhából egyébként az a jó, ami ilyen floppy. Ja. Aminek nem törik meg a gerince, amiben egyébként a magyar könyvkiadás az nagyon jó, mert a magyar könyvek azok flopik szoktak lenni. Az angolok meg annyira nem, tehát ez a jó puha kötéses. Az a jó, igen. Mert ez kinyílik és nem törik meg, se hajlik a gerince. E-könyv vagy fizikai könyv? Fizikai, de hogyha utazunk, akkor szerintem az e-könyv praktikusabb. De egyébként tehát azzal sincs bajom, mert ott is van egy csomó jó dolog. Meg én ágyban jobban szeretek e-könyvet olvasni, mert kényelmes, hogy lefekszek, betámasztom. Igen, meg a bázisa jó, hogy ahhoz csak egy kéz kell. Igen. Ahhoz semmiképp nem kell két kéz, mert egy puha kötéses könyvet muszáj két kéz, és egy másiknál is így le kell nyomnod. Ja. Szóval igen. Nehéz az élet. Nehéz könyvmolynak lenni. Abba hagyod a rossz könyvet? Az a baj, hogy én nem tudok abba hagyni könyvet. Nehéz. Na, az nehéz. Az egy belső küszöb. Főleg, hogy általában így a könyv feléig úgy vagyok vele, hogy még jó lehet, és a könyv felénél már úgy vagyok, hogy már túl sok időm benne van ahhoz, jó, hogy abba hagyjam. Tehát, hogy... Mondom, én a hangos könyveknél vagyok, úgyhogy azt is cipfájdalom nélkül abba hagyom, mert egyrészt majd folytatom maximum, másrészt meg, hogy amúgy zenét hallgattam volna. Ja, mondjuk csak. Én hangos könyveknél a legtöbbet a barangolásokhoz használom. Mm. Tehát azt azért akarom végigolvasni, hogy tudjak róla videót csinálni, meg hogy az újabb szerzőről legyen, vagy újabb ország, nemzetiség ki legyen pipálva a kis listámról. Először nézed a filmadaptációt? Vagy utólag? Ahogy esik, úgy puffan. Igen. Sokszor azért vannak olyanok, amikor mondjuk tudom, hogy mikor jön ki a film, és tudom, hogy ez nagyon érdekel, akkor megpróbálom előtte olvasni a könyvet, de van olyan, hogy a film per sorozat vesz rá, hogy elolvassam a könyvet. Tehát a Vezércselnél a sorozat vett rá, hogy elolvassam a könyvet. És szerintem egyébként, amikor az utóbbi áll fönn, akkor sokszor kiderül, hogy sokkal jobban filmesítették meg, mint amilyen a könyv. Én legalábbis már jártam így. Igen, a apának is például a Vezércselnél a film, vagy a sorozat jobban tetszett. Vagy például ott van a Shadow and Bone, ott például először direkt végpörgettem a trilógiát magát, a többit azt nem még, hogy az
tudjam, hogy mi a könyv alap, és de ott például szerintem a sorozatban nagyon sok mindent sokkal jobban megoldottak. De akkor, ha már lehet választani, akkor én inkább először olvas, utána néz. Igen. Mert akkor, ha rossz a film, akkor nem baj, a könyv tök jó volt. Ha meg rossz a könyv, akkor meg tök jó, hogy ilyen pozitív csalódás. Azt, milyen jól megcsinálták. Igen, igen, igen. Igazából az egyetlen, aminek tényleg azt tudom mondani, hogy a film nagyon rossz volt a könyvhöz képest, és előbb láttam a filmet, az a Percy Jackson. De a Percy Jackson filmeket például szerettem, mielőtt elolvastam a könyveket, és rájöttem, hogy hú, ez sokkal jobb könyvben, tehát ez ég is föld. Én amúgy azt szeretem, amikor mondjuk látok egy filmet vagy sorozatot, kiderül, hogy könyv alapján van, megnézem Goodreaden, és ilyen 3,2-n áll a könyv, és így, akkor ezt nagyon jól filmesítették meg. De amúgy van ilyen, egyre jobban tudnak meg, vagy csak inspirálja a könyv a lazán filmet, és nagyon kevés ponton egyezik, vagy mint például az Így neved a sárkányodat, az is tök más a kettő, viszont ott mind a kettőt imádom. Ja, az is benne van. Pedig ott nagyon lazán érkezik a kettő. Jó, hát akkor ezek lettek volna a mi olvasási szokásaink. Kicsi kaotikusan, meg ez volt akkor a 6000 feliratkozós ünneplő videónk. Yay! De egy kicsit el volt csúszó, úgyhogy már nem olyan izgi dolog. Bocsi. Igen. Sűrű volt a nyár, maradjuk annyiban, és így nem tudtuk, hogy mit csináljunk magunkkal, mármint így a videóhoz. Igen. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Sziasztok!